Szavaztok, haverok! Üdvözlök benneteket, én Szivár vagyok. Ez itt egy jubileum adás, mert a második videó... Na de viccet félretéve, egyébként ugye tényleg a második, de most nem az első videó játékát, a Riftbreakert fogom folytatni, hanem egy másik játékot szeretnék neked bemutatni. Amint látjátok, ennek a neve Cryfall. Hát nem éppen a legismertebb játék szerintem legalábbis. Így 2-3 éve jelent meg, most nem tudom, hogy vagy 2 éve jött ki a korai fázisból, vagy akkor jelent meg. De azt tudom, hogy... Hát, hogy szerintem, hogy 2 éve vettem meg, így mondjam. Nem, de nem is ez a lényeg. Eddig ugye csak multiplayer mód volt benne. Volt ugye PvE, a PvP szerver. Mint látjátok itt a képernyőn is, hogy augusztusban megjelent hozzá a single player update. Hát most, hogy ez jó vagy nem jó, a franc sem tudja, mindenkettőnek megvannak a maga előnyei, hátrányai. Én multiplayer-en ugye PvE szerven játszottam, én nem szeretem a PvP-t, amíg nem muszáj, addig semmilyen játékban nem PvP-zem. PvP-ből akarom mondani, multiplayerben talán az előnyt jelentett, ha mondjuk voltak ugye más játékosok is, már pedig ugye azért voltak, még ha sajnos már nem is sokan, hogy rátekintünk a multiplayerre, ugye, hát, hogy is mondjam, tehát nem sokan vannak a szerveken, ugye az európai szerveren voltam, itt látjátok most is 3-6 ember, 13 ember, ez mondjuk orosz, tehát ezt hagyjuk, én ezen voltam, azt hiszem, akkor még talán lehet, hogy 2 szerver is volt belőle, hát ugye játékot is csak 6-an vannak. De nem is ez a lényeg, hanem ugye, hogy multiplayer módban tudtál másik játékosokkal kereskedni. Hát voltak egy ilyen kis, mint egy automata, ahol vezetted a cuccot, például valami fegyvert, vagy valami alkatrészt el akart adni, megadtad az árát, és akkor egy másik játékos oda ment, kivette, és akkor ment a cserebere. A komolyabb felszereléseknél már szerintem azért ez jobb volt, hogy hamarabb elérted, vagy nem is tudom, mert majd meglátjátok, hogy azért a vége felé idézőjelesen, de azért már a magasabb szinteken már azért elég komoly nyersanyag mennyiség, illetve fajta kell. És akkor ugye ez egyszerűbb volt. Most ez nem biztos, hogy feltétlenül jó, hogy egyszerűbb volt. Lehet, hogy az jobb, hogyha magadnak szeret ki. Itt a single playerben csak ez a lehetőséged van, tehát másik lehetőség itt ugye nincs. Itt ugye az a multiplayerben úgymond cél nem volt, tehát szabadon építeszti bármit. Itt a single playerben is szabadon építkezhetsz, de viszont itt az a cél, hogy ugye elhagyd a bolygót, tehát az űrhajót felépítsd, elhagyd a bolygót. Tehát most kezdjünk akkor egy újat, mondjuk ugye Survivor-ön. Csak azért beszeretnék most már lépni, és jobban meg tudom nektek mutatni. Én itt megmondom őszintén, hogy ezt a crafting speedet, illetve hát én a simán felveszem 4-szeresre. A crafting speed nem is, de favágást is. Illetve a bányászatot kellene még, ha megtalálom. Ott, hopp, lenne ugrány. Így van. Hát, hogy haladjunk, megmondom őszintén, én azért szeretném. Ugye itt nem lesznek úgymond ellenségek, hát ugye PvE-szerveren is hiába, hogy voltak ugye más játékosokat egymást ugye nem tudtad, illetve egymás épületeit ugye nem tudtad elpusztítani. Lényegében a kerítés meg a falak, illetve csak falak, mert kerítés nincs, tehát a falak fölöslegesek voltak, de azért nagyon sokan megépítették, itt én is megfogom, mert azért csak dizájnosabban néz ki a kis bázisunk. Tehát ilyen single playerben, így mint mondtam, az a célunk ugye, hogy az űrhajót meg tudjuk építeni, és ugye elhagyjuk a bolygót. Ugye ez a játék is egy ilyen kis túlélős, kraftolós, felfedezős, bázisépítős
kis játék lenne. Hát most nem is tudom. Gyorsabban kapcsoljunk olyan... Legyen ez. Jó. Ne téveztem meg senkit, a kis elsőre talán bugyutának néz ki ez a figura is, hogy a karakter is elég érdekesen megy, viszont én úgy gondolom, egy elég szépen megrajzolt kis játék ahhoz képest, hogy ilyen grafikája van. Na most ugye, első feladatunk, így a felsősorokban látjátok, ugye fibert kell gyűjteni, követ, illetve ugye azt hiszem talán ezek a galjak lesznek azok, így van. Ugye megkaptuk, akkor itt rákattintunk, és itt ugye kapunk is ilyen pontokat, learning points, és ugye azt a technológiában tudjuk, tehát itt, mint látjátok, tier 1, 2, 3, 4, 5-ig van, és akkor ugye végén itt van az űrhajó, amivel ugye el tudunk úgymond menekülni. Viszont ehhez, amit látjátok, itt ugye pirossal van nekem még jelölve, hogy miből, mi az, amiből a tier 5-ig fel kell fejleszteni, ami nem a legegyszerűbb. Mert ugye például itt, hogyha belekattintunk, akkor ugye ezt mind ki kell ugye fejleszteni. És akkor kell ugye a tier 1, azután tudjuk csak a tier 2, tehát miután az összes megvan, utána tudunk átlépni a következőbe. Természetesen ez ugye mind pontba kerül, amint látjátok, tehát itt is oda van írva, hogy ugye ez 10 pontba kerül, ezt simán meg tudjuk, egyébként az lesz egy küldetés is. És akkor itt szintén ez is 10 pont, mondjuk a vízgyűjtő, ugye a falak, és építkezésért akarom mondani, építkezésért nem, de az állatok levadászásáért azokat ugye meg lehet nyúzni, így is nyársanyagot lehet ugye szerezni, úgy mint bőr, hús, csont. Ezekből hol gomba? Szóval ezekből lehet további alapanyagot, például a csontból páncélt is lehet ugye gyártani, illetve ragasztót, ami még ugye további cucca készítéséhez lehet használni. Most ugye itt a következő célunk az, hogy ugye kötelet, majd ugye Stone-axot lehet kaptolni, ugye itt a C betű. Van ugye az építkezés menü is még itt az elején még, de ugye itt ahogy szépen fejlesztjük kifelé a dolgokat, úgy lesznek egyértelműen egyre többek. Tehát amiket ugye itt kifejlesztünk, mondjuk ha én tudok majd ugye ládát, ajtót, lámpát, kezdetekes hűtőt, mert ugye a kaja az romlik. Viszont azt így gyorsan hozzá is fűzném, hogy még multiplayerben, tehát megcsináltad a bázisodat, és akkor például ugye már energiaellátás, éppen mondjuk bioerőművel mentél, vagy ugye gőzgép generátorral, stb. És akkor volt már olyan felszerelésed, illetve épületed, ami energiát használt, az hiába lépték ki, ugye az ugyanúgy, tehát a 3-4 napig ugye nem léptél be, például akkor elfogyott mondjuk a fa a gőzgépből, vagy a víz, ugye nem termelt áramot, például a hűtő leállt, az összes kaját megromlott, ugye farmok is vannak benne, ott szépen elszáradt, megrohadt a növény, szóval mindig itt úgy vettem észre, hogy ha kilépsz, itt nem megy tovább, itt ahol kiléptél, ugye ott folytatott tovább, mert ugye a single player nem online része a játéknak. Jó, ott közben itt egyébként teljesen alkalmaztam, akkor csináljunk kötelet, de mondjuk akkor már ne egyet, hogy csináljunk, vagy minimum 10-et. És akkor utána ugye lehet a fejszét, én már csinálok egy kést is, illetve egy stone pickaxe-ot. Ez a simple toolbox, ez is majd lesz egy küldetés, de én ezt már lekastolom. És majd mondom is, hogy micsoda, ugye, hát úgy látom, a funkjánk van, lehet, hogy még majd craftolni kell ugyanúgy a küldetésnél, minden négytelen. Ide egy-két tesszük. Ezzel lehet majd csak ugye építkezni, de ezt majd ugye meg is fogjuk látni. Most ugye akkor vágjunk ki 3 fát. Itt azért is, hogy gyorsabbra van állítva, ugye. Ez jobb is, meg ugye a fa mennyiség is egyszerre több jön. Én úgy gondolom, hogy ez most itt így a játék bemutatásához tökéletes. Ebből a fiberből, ebből rengeteg kell.
Hát én az amikor ugye még multiplayer részen játszottam, csak az volt, összeszeregettem, volt már, vagy biztos, vagy 10, ugye 250 stack, azt hiszem a maximum, biztos volt, vagy 20-szal, gondoltam, az már elég, én nem is szeregettem, hát nem volt elég, úgyhogy ebből amennyit csak tudtok, mert ez szinte mindig kell. Ugye most itt a küldetésünk az, hogy keressünk egy ilyen, ezt a Rocky Mountains-t, illetve három, találjunk, ugye banyasszunk ki három valamilyen ásványt, illetve majd ugye három követ is. Most a térképen, ugye, mint látjátok itt a bal felső sarokban a minimappon, ez a agyag, tehát az agyos is, és ami itt van, oda kell nekünk most menni, ez a Rocky Mountain Race, akkor fogalmazzunk így, ha már a játék is így nevezi. Hát ugye a vadisznók az, még itt az elején kicsit figyelni kell, mert elég sokat sebeznek, ez elég bátorság volt így most a részemről, úgyhogy ezt inkább most így ott hagyjuk, őt nem bántjuk még egyelőre. Szóval ezt most itt leszedjük, mert ezt fogja biztosítani majd még itt az elején a vízellátást, illetve a vizet. Ugye többféle fa is van, olyan sok különbség kinézetén kívül nincs, viszont ez az egy fa az, amit érdemes bármikor kivenni, mert itt látjátok is, hogy ez a Natural Rubel nevű cuccot adta Kenny, ez mondjuk is 12, tehát hogy feljebb van véve, de alapból ebből ez nem ad ilyen sokat. És ebből majd lesz egy alapanyag, talán lehet a simán Rubel néven, vagy nem tudom már pontosan, de majd meg fogjuk látni, amiből kell bőven. Úgyhogy ezt, hogyha találkoztok ezzel, akkor ezt mindig érdemes felszedni. A másik ez a zöld növény, ezt így alaphelyzetben is meg lehet enni. Ugye is látjátok itt healer rajtunk. A másik, most itt ezt valamiért nem is írtak itt, de itt megjelenik a loot, tehát hogy a fa. Már kijutottunk, ezért is kapunk ugye plusz ezt a learning pointot. Tehát látjátok a halak, amiket kifogunk ugye kajából, amit megesztek legelőször, azokért is kapunk ugye állatokat, hogyha levadásszuk. Ugye loot, különféle lootok vannak, illetve ez éventek is lesznek majd, tehát van egy lezuhant kapszula, jónak valamilyen leszálló egysége, azt kell megkeresni, lesz lezuhant meteor, akkor lesznek ilyen idegen élőlények, amiket le kell vadászni, hát persze ezt nem késsel most még itt az elején, most még úgy azért aránynak vigyázni kell az állatokkal, mert nem a legbarátságosabbak. Nyugodtan ki lehet szedni, úgy gondolom, mindent, viszont ott van egy rovar, amivel jobb lesz vigyáznom, láttam. A legalapvetőbb nyársanyag ugye egyetemen a fa, ugye a fiber. Hát ezek a gajak, ez mondjuk én úgy vettem észre, hogy olyan nagyon sok mindent lesz találni a legelején, hogyha kell. Ugye a vas, az érc. Tehát a rézérc, ugye, a vas, ugye a szulfur, ez a potasszium nitrát. A lőporhoz ugye kellenek majd mind a kettők, és egyéb többfajta cuccokhoz is. Ami még egy lényeges így az elején, hogyha szeregetjük a fibert, ugye a füvet, nevezzük, akkor így random, itt van. Ilyen magok is esnek. Hát az elején, mivel itt nincs most ugye multiplayer rész, tehát nem tudunk másik játékosoktól semmit venni, mert például egy ilyen magokat is lehet venni, ezért érdemes így az elején ezeket. Egyébként is kell, tehát nagyon sok kell ebből a függből, tehát ezt szeregessük, de ez így nagyon jó, hogy így a magok kiesnek. Ugye így élelemgyalánt az elején még így tökéletes lesz, illetve ezek a gyümölcsök, amiket itt lehet találni. Attól függ egyébként a pályának melyik részén, mert több részre osztik a pálya. Tehát a trópusi övezetben, ha kezdesz, én úgy gondolom, hogy az a legjobb. Mert ott ugye ananász van, nem is tudom, ilyen csillaggyümölcs, vagy fogalmam sincs, mi lehet a neve. Illetve ugye banánfa is van, amin ugye, mint tudjuk, nem nő citromízű banán. Ebből a háromból, tehát csak úgy magában is meg lehet őket enni, viszont ebből a háromból gyümölcs koktélt is lehet majd készíteni, miután megépítettük a kis konyhát, vagy a cooking station-t. És ugye az, ha jól tudom, még egy picit talán healer is rajtunk. Ugye itt craftoljunk torcsot, megvan, illetve fákjárbosan, meg ugye használjuk is, akkor ez is meg is van. Most egy campfire-t kell, most ezt így gyorsan leteszem valahová.
hogy ez is meglegyen. És nem ez kell nekünk, hanem a B, igen, a build. Itt állok, jó. Ez is megvan. Ugye valamilyen ételt főzzünk itt nekünk, ugye azt mondja, ugye most itt. Ugye ha a shiftet nyomjuk és balklikket, akkor az egészet. Oda jobbklikkel is egyébként, ha a CTR balklik, akkor egyesével a teszegeti oda a cuccot. Ha így megnyomjuk ugye a jobbklikket csak úgy minden nélkül, akkor mindig megfelezzük a cuccot. És lesz majd az küldetés is, de ugye az egérgörgőt ha megnyomjuk, akkor ő elrendezi, illetve ha így szétszedtük ugye, akkor ő egy, akkor azt össze is pakolja nekünk. Ez majd lesz ugye küldetés is. Gombát, most ezt tudunk ugye. Mondjuk pont nem ezt a fajta gombát kellett volna, de majd mindegy. Már pedig azért nem, mert lehet majd ilyen gyógyító lüttyöt csinálni, amihez kell ugye a Green Herb, egy akkor van ennek piros verziója is, illetve az a gomba. Közben ezt a növényt ezt azért így eszegessük. Jó, most egy kicsit kószáljunk itt el, hogyha már... Mondjuk annyira azért nem, mert azért még itt az állat... Ott meg is van a piros tövény. Kisebbiekben lesz természetesen ilyen látó szemüvegtől kezdve az egyszerű... a lámpás van a sapkába építve, tehát ez a viharlámpa szerű. Jó, és akkor ugye most ezt meg is kell enni ez a küldetés, ezzel meg is vagyok tökéletes. Jó, ugye ebből már egyet szedtem le, viszont nem használtam, most ugye ezt ígyuk meg, és akkor ebből találjuk. Ez mondjuk jó, ez a növény, mert ez messziről világít, ezt talán még egyszerűbb megtalálni. Azért érdemes fákját használni, mert ha megnézitek, fákja nélkül sincsen, de nagyon sötét. Viszont ugye az állatokat így hamarabb észrevesszük az ellenséget. Illetve hát, ha nem is ellenség, de megtámadnak, nem mindegyik állat, de... És itt az elején még ezzel a kőkéssel még ez... Nem a leegyszerű, ott ugye már látjuk is a másikat, és akkor még ebből ugye kell találnunk. Közben a zöld növényt gyűjtsük, mert az, mint mondtam, ugye kell. Ugye most megint van kettő, tehát ugye... A gombát, amit úgymond ugye megsütöttünk, ez ugye megint 20 pont, már van 232. Ezt skillünk is fejlődött közben. Nagyon jó. Mert ugyanis, nem is tudom pontosan, hogy hol vannak a skillek, itt van. Tehát majd itt is szépen ugye fejlődnek. Itt lesz a futástól kezdve a különböző lőfegyvereken át, a melee fegyvereken. Tehát ugye elég sokfajta skill lesz majd. Még egy zöld növény. Nos, akkor ugye keresnünk kellene. Ott van, már látjuk is. Ugye a shift-tel futunk. Alapból csak, ami ugye staminába kerül. Jó, ez is megvan. Oké, akkor most csináljunk egy ágyat. Úgy gondolom, hogy visszamegyek a... Ezt a lényvényt is szedjük le. Hát ugye, most ezt is meg lehet enni. De... Ez nem az, valamelyik növény, itt is látjátok, ugye mérgezhet is, plusz 10% és mégis lesz elmérgeződve tőle. Tehát erre is figyelzik, mondjuk ebből megeltünk egyet. Hopp, és ugye ebből ettünk először. Ebből is megkaptuk, így van. Tehát azért mondom, figyelzik, amit teszünk meg itt az elején. Utána már azt mondom, hogy annyira nem vészes, mert ugye mindenféle betegségekre lesznek úgymond gyógyszerek, tudunk a fányásra, mérgezésre, radioaktív, ja, sírka, az nem jó, az nem van. A radioaktív sugárzásra is ugye tudunk. Tehát mindennek lesz ellenszere, a mérgezésnek is, de az még most nincs, úgyhogy elfutunk a kígyó elől. Jó. Meg a farkas elől is. Oké. Okay. Mert most csak a kérdés az, hogy hol raktam le a tüzet. Hát ezt szépen elhagytam valahol. Valahol. Mindegy is.
valami olyasmi, ott egy kis zöld terület van. Megpróbálunk oda elmenni. És oda lehelyezni majd a bázisunk alapját. Az ott jól néz ki. Csiga, mondjuk ezt is azért annyira nem kell, de... Hoppa. Igen. Első alkalommal ugye megöltük a... Sajnos itt az elején még igen menekülni kell az élő világ elől. Ez a későbbiekben ugye változni fog. És békát szegénykét, hát ezt érdemes úgymond bántani. Ugye a jobbikkel lootoljuk ki. Mert a zsírt, ami az elején még... Illetve nem csak az elején, ez a későbbiekben is ugye a hússal kombinálva. Tehát a hús meg a zsír kell ahhoz, hogy mondjuk ugye a rostonosult húst megcsináljuk. Illetve lámpaolajat is abból lehet előállítani, ami az elején még azért aránylag hasznos. Amíg nincs ugye áramforrásunk, másfajta. Addig ugye a lámpásokat is, amit mondjuk a bázison leteszünk, ezzel a lámpaolajjal fognak működni. Illetve ami a sapkában van, úgymond beépítve ez a lámpás, majd meglátjátok, az is szintén lámpaolajjal fog működni. Most megpróbálunk a másik, ez ugye cukor, ez pedig azért lesz jó, mert ugye HP-t vesz le, ebből is lehet enni, hogy ott ugye megjelenjen. Ez azért lesz jó, mert a gyümölcsöket, illetve a cukrot, ugye lekvárt lehet belőle főzni, ami mondjuk szerintem tovább eláll, mint a sima gyümölcs, tehát nem romlik meg olyan hamar. Az elején még, amíg ez a primitív hűtőszekrény valami semmilyen energiát nem igényel, addig az még úgymond nem rossz. Most nekünk itt kéne egy kis bázist kialakítani, úgy gondolom, mert azért itt közel van az a bánya, van vízünk is, még ha nem iható víz is, de akkor is van. Ez ilyen valamilyen olajgyümölcs, vagy én nem is tudom mi lehet, ugye? Olyapos fruit, igen. Hát lehet előállítani az elején olajat, amíg ugye nincs olajpumpánk, ami a földből ugye kinyerni az olajat, amit szinte bárhol letehetünk, tehát nincs megszabva. De viszont majd látjátok, hogy a komposzthoz is nagyon jó, mert ugye azt is kell majd nekünk csinálni. Illetve ez ugye kávé, hát ez így alaphelyzetben ugye megromlik, látjátok ott a frissességet, ugye 100%. Viszont ugye ezt majd meg lehet pörkölni, és akkor úgy lehet belőle majd kávét főzni, ami ugye a staminánkat plusz a regenerációt ad a staminához. Én most amondó volnék, hogy majd ilyen sokat össze kell szeregetni, de már most ugye tegyük le a lágyat, mert ugye azt írja, így van. Jó, ez is megvan. Így van, most ugye egy workbench kell nekünk, szintén B betű, amit ugye majd ki is kell fejlesztenünk. Ezt el is felejtettük. Ami nem itt lesz, hanem itt, így van, ez nekünk kell. Ez is kell, de ez nekem már ne jelenje meg állandóan, mert és itt lesz az olajlámpa, és látjátok itt vagy Camp Fuel. Tehát, hogy ott lehet majd ugye használni. Én ezt gyorsan így ki is fejlesztem itt az egészet, meg akkor már itt sem kilódok rá, még ezek itt 10 pontba kerülnek, és van pontunk bőven. Ezt a fruit salátát mondtam, és akkor itt lesz a gyógyszer, tehát akkor ehhez kell majd ugye a... Nem ehhez kell, ott a gomba, akkor már valamáshoz kell a gomba, nem ehhez kell, de ott a gomba, jól mondtam. Meg a zöld növény, illetve a víz, aha, az a water bulb fruit, akkor tévedtem, mert nem a... Kell... Jó. Defense, és ugye itt lehet majd, ez is küldetés lesz, hogy itt az elején, itt van a ragasztó, bőrszárkó, és akkor itt van ez a fejleszthető lámpás. Ugye fegyverek, hát, én nem tudom, hogy ezt érdemes-e megcsinálni, nekem ez valahogy ez a crossbow itt olyan, nem tudom, kicsit olyan hatást, tehát kifejlesztjük, mert úgyis ki kell, tehát inkább már akkor ez a muskéta, tehát nagyon lassú ez is, de ez legalább sebez, tehát ez nem tudom. Tehát a fém ugye majd lassan fog összejönni, illetve hát lehet, mert már most is van, csak hát ugye ezt ki is kell úgymond, meg kell olvasztani, tehát az nem lesz itt olyan könnyű még az elején. És akkor ugye workbench kell, tehát akkor kell nekünk ugye deszka, most csak itt rámegyünk.
csináljunk egy pár darabot. Úgyis kell majd ebből bőven, főleg, hogyha ugye fából szeretnénk készíteni a falat, illetve a padlót, ami a kő mondjuk jobban néz ki, lehet követ is szedni, de itt nem tudom én, hogy lesz-e, ami úgymond megtámadja. A PVE szerveren sem volt olyan nagy jelentősége, inkább csak dizájnként, mert akár egy is szétszorhattad volna úgymond a bázisodat. De azért csak jobban nézett ki, hogy ugye padló volt lerakva, ugye fallal, illetve ajtóval körbe. Esetleg szobákat is lehetett mondjuk csinálni, az annyira nem volt lényeges. Ugye ide lerakunk, egyelőre szerintem még oly mindegy. Ugye itt alapul átfalt is, ugye itt csak leraktuk, és ugye a ballal így fel kell nekünk ezt építeni még. Nagyon jó. Ugye azt már kifejlesztettük. Ugye itt van azt, hogy rakjuk rendbe az invertorikat, ugye ahogy mondtam, hogy a görgő gombot, hogyha megnyomjuk, akkor ez meg is van, ugye a kést azt már megcsináltuk, ezért is kapunk 40 pontot, zöld növény gyűjtöttünk és ugye használtuk, és ettünk is belőle, ez is megvan. Jó, ugye itt kell nekünk, most ugye sapka kell nekünk, illetve egy póló, de ugye kell ez a fonál, mert ez a kötél, ugye. Most azt mondom, hogy csináljunk ebből is azért egy pár, mennyi kell egyhez pontosan. Ó, három darab, akkor annyira nem visszük itt túlzásba, de azért vagy 20-at akkor csináljunk. Jó, sokkal meg is van. És meg is van, tehát nyugodtan ki lehet jelölgetni, ugye itt majd jelzi szépen sorba, ő meg fogja csinálni egymás után. És akkor bejövünk, viszont nincs ugye üres helyünk. A kérdés az, hogy akkor így hova tette a... Ja, itt maradt benne. Jó. Akkor most muszáj leszek, még ha nem is kell storage ezt építeni, mert ugye... Ja, ez meg csak, hogy a climb. Hát akkor eldobáljuk most a cuccot, most nem tudok más csinálni. Ebből megiszunk. Egy araggal. Most ezt tényleg nem tudom, hogy hová lettek téve. Ha lekartolta, na mindegy, akkor csinálj még egyet. Így van, ezt megkaptuk. Felvesszük. Na, akkor egy csapkát is. Mivel, hogy az is kell. És ugye azt is felvesszük. Jó, akkor ez a küldetés is megvan. És akkor most kell letenni, hogy ezt a land claim-et, ami ugye arra szolgál, hogy most már le tudjuk utána tenni a ládát, illetve köré már tudunk építkezni. És ez itt van. Ehhez még kell nekem ugye deszka kemény 15 darab. Most egyelőre csak annyit csináljunk. Majd még utána csinálunk, úgyhogy is van bőven. Itt ugye látjátok a tier 1, 2, 3, 4, 5, akkor a területre tudunk építkezni. Tehát érdemes olyan helyre helyezni, ahol nem lóg bele szikla, vagy valami, mert ugye akkor nem tudjuk kihasználni a magát a helyet. Én úgy gondolom, hogy egyen feljebb, itt nincs üres hely, azt mondja, akkor legyen ott. Jó. Ez tökéletes. Egyébként itt majd lesz is, igen, az is, hogy át lehet helyezni, ugye látjátok, ugye valklik, és bármit át lehet itt helyezni, ennyi volt a követés. Ugye most falat, illetve ajtót kell építeni. Ezeket, hogy összeszedjük, azt a farkas lenne ott nekem nagyon jó elintézni valahogy, mert így farkas szemet nézünk egymással, ez nagyon nem jó. És ugye muszáj lesz majd terjeszkedni. Tehát valahogy őt meg kell majd ölni. Jó. Most már én gyorsan teszek le a ládát, illetve nem teszek le, mert ugye már nincs ebből. Akkor csináljunk gyorsan. Jó, közben itt ettünk, ugye két élőnk már levadáztunk, már ugye 300 pontunk is van. Mert itt ugye kétszer a sebessége van, hogy valabból 10-et kapnál, nem 20-at. Azért halad ilyen gyorsan, mert amúgy nem nagyon haladna ennyire.
Jó. És akkor könnyítjük, és ugye shift is. Csak így áthajgáljuk, ezt mondjuk nem mindet, egyiket visszavegyük. Ugye kávé is mehet oda. Az ércek is mehet oda. Ugye shift bal klik átteszi az egészet. Shift jobb klik csak egy stackkel. Illetve ha ugye a kontrollt nyomjuk, a bal kontrollt, akkor ugye egyesével is tudjuk ugye rakosgatni. Jó. Mondjuk ez se kell meg ez se egyenlőre. Hát a kő az hagy maradjon, erre sincs, meg villanyra se. Hát ez úgy eddig tartott ugye a láda, de nem az a lényeg, most már illegál letejünk tudunk pakolni. Viszont, mivel ugye itt az elején fából fogunk építkezni, én még vágnék is itt ki egy pár fát. És ugye, hogy csináljunk el a deszkát. Hát ezt a fát ugye, mint mondtam, ezt ne hagyjuk itt, ott fent is van még, de most egyenlőre azért nem annyira bátorkodjunk, főleg nem a kígyó valaki ugye kapásból megmérgez. Jó. És akkor most ebből kraftoljunk egy jókora mennyiséget. Ugye építkezés, ugye building, és akkor wooden wall, és akkor ugye door kell. Itt, hogyha ugye lemegyünk, látjuk is, hogy hova engedi így körbe. Mert hova legyen egy bejáratunk, ugye. Mondjuk ott hagyjuk ki. Kis részt, de nem akarok. Ugye nyomva tartjuk a bal klikket. Hát igen, majd is ugye nem tudunk attól farkastat, tehát azzal valahogy valami úton mondom, mindenképpen meg kell küzdenünk, itt nincs mese. Illetve akkor tegyünk le egy ajtót is. Jó, és akkor ezt építsük is fel ugye a bal klik nyomásával, és itt legalább meg is lesz a küldetésünk. Úgy is fel kell építeni az egészet, bármint mondom ugye, nem támad meg senki, nem sok értelme nincs, de csak úgy össze-vissza a szabadba. Nem furmánisan néz ki, hogy építkezni. Így jobban, most azt érzékeltem, hogyha még egyszer szerettem volna rakni. Közben nézzük meg azért, hogy mi lesz a következő küldetésünk, ugye gyűjtsünk. Így van, és akkor ezt kell ugye craftolnunk. De ehhez ugye egy cooking station-t kell majd építenünk. Ugye ezt ide följebb fogom tenni. Ezt meg lehet, hogy majd ide, és akkor a cooking station kapásból mellé fogom tenni. Meg is nézem, hogy tudok-e építeni egy olyat. Cooking stable, nem station, de tudok. Meg ez kell. Jó, ezt ide tesszük. Ebből is nagyon jó. Ugye itt a sült húst tudjuk megsütni. A gombát egyébként azt hiszem, hogy csak a tábor tűzni tudjuk meg. Itt talán lehet, hogy nem, de nem vagyok benne biztos. Ugye meg is nézzük. Hogyha beteszük a gombát, ugye itt nem lehet ezt a gombát megsütni. A húst ugye így sem, de ha már zsírt mellé tesszük, ugye egyből jelzi is. Ezt elfogadjuk, miután ugye teszünk be egy kis tüzelőanyagot. Amit látjátok, a leggyorsan romlik mondjuk a gyümölcs is. Tehát érdemes lesz majd egy... Jaj, kihagytam a kezemből a... Tehát érdemes lesz ezt a... még azt az alapfrigidert is úgymond, de... muszáj ezt, mert megromlik a hús, gyümölcs, minden. Ami mondjuk nem baj, mert kell ez is, de... És ugye, az van, meg zöldömény is van, tehát akkor most nem is kell nekünk más. Hármat lehet. Akkor csináljuk meg. Ugye itt lehet a
csak a tűzön megsült húsból, illetve ebből ugye sóból is, sőt sót már találtunk. Egyébként ezt ugye a sziklákból kinyerve is lehet találni, illetve ez mondjuk csak piszkos víz, de ha ilyen tengert, a sósvizet találunk, ugye lehet majd készíteni ilyen kis üvegcséket, és abba a sósvizet, hogyha úgymond beletesszük, akkor utána eljövünk innen ugye a cooking stave-be is ugye a sót ki lehet nyerni, ugyanígy a piszkos vizet is, tehát azt is lehet csinálni, piszkos vízből úgymond tiszta vizet, mert néha elég nagy mennyiségű víz fog majd kelleni, hiába hogy van kút, illetve ilyen esőgyűjtő, vagy hogy fogalmazzam, ugye itt ez a, ott volt, vízgyűjtő, esővízgyűjtő, vagy bármilyen gyűjtő, mindegy, lényegtelen, minek nevezzük. Ez nem ad olyan nagyon-nagyon-nagyon sok vizet. Arra elég, hogy éppen szomjan ne halljunk. Most ahhoz meg, már megint csak ezenbe ez a toolbox. Ahhoz meg, hogy közben meg ide tette a ruhát, most nézem. Tehát amit az előbb itt annyira kerestem, annyira vakoltam, nem találtam. Ugye közben tényleg ez is kész van. Ez is megvan. Még egy skillt ugye kell, majd ezért úgy farmot is kell, és ültetnünk is kell magot. Jó. Akkor majd... Még mindenképpen ezzel a farkossal vagyok itt lent gondba, tehát... Ezzel vagy össze kell barátkoznom, amit sajnos nem lehet, de... Jó, akkor építsünk furnaszt, de azt meg itt a lentre szeretném. És attól félek, hogy... Mivel most már van ilyen... potionünk. Hát lehet nem támadnánk, hát megkockáztatjuk. Hát ha megtámad, akkor megküzdünk vele mindenképpen, hát akkor nincs más nincs mit tennünk. Már pedig ott biztos, hogy megfog szinte, olyan ugye, hogy... Így van, nem is lehet építkezni, mert közelben van. Hát ez, úgyhogy ez mindenképpen harc lesz. De ha harcat legyen, harc ugye. Itt az elején még igen unalmas a játék. Amúgy sem egy pörgős, mint a Rift Breaker például, tehát itt nem a harcról szól a játék. Természetesen ugye az is van benne, de harmadjára nyomom meg a B betűt. Lesznek ugye idegen élőlények is majd ugye benne. Illetve ugye ki is kell fejleszteni majd ugye a fegyvereket is, meg ehhez hasonló dolgokat is, ugye? Hát ugye az idegen... Valaki meg itt a kávémat, lehet, hogy én voltam. Jó. Ki kell mennünk egy kis homokért, mivel hogy az a küldetés... Ott, akkor ez már meg is van. Hogy... farm plotot kell ugye építeni. Amihez kell homok. Szerencsére ez itt is van a közelben. Ami agyag volt, nem homok, akkor már itt lesz. Nagyon jó. Ez most így nagy hirtelen nekünk elég is. Viszont ezt... Nem tudok rögé... Nem tudom, hogy ezt szét lehet-e vajon szedni azokat a felszereléseket, amikre már nincsen szükség. Én még nem találkoztam vele, aztán lehet, hogy az én szemem szúrja ki, de... Na most gyorsan ide bejövünk, és ki is vesszük a kávé babokat. Hát ugye 10 kell. Ez. Azt még akkor nem bírjuk meg. Akkor ezt még nem fejlesztettük ki. És nem is fogjuk, mert még nem itt van. Hanem az tier 2. Így van. Hát ugye ezt én ki is fejlesztem. Itt a lekvár is ugye, amit mondtam.
Jó. És akkor most már így tökéletes, így is maradt azért 300 pontunk. Így azért valamivel könnyebb haladni. Ugye ez is kell mindenképpen, mert a küldetéshez tartozik. Jó, közben akkor az hagy menjen, illetve én akkor már most én nem csak egyet így lerakok. Ugye ez a küldetés. A Farming Workbench is kell. Ugyanis lesz, amivel arra raktam az ajtót. Hát ezt pont el is fér oda mellé. Jó. Itt ugye meg is kell, hogy hát egyelőre ez rész még ugye nincs. Illetve hogy van, de ugye kemencét kéne építeni. Vagy ezt az a furnázt, hogy ezt meg tudjuk. Mondjuk vízünk sincs, mert még kutat sem építettem. De pont van nálunk egy mag. Kézbe összük. Oda is ültetjük. Tökéletes. Hát most ugye meglocsolni ezt még egyelőre nem fogjuk. Mert nincs mivel. Nincs vízünk, de szerintem akkor pótoljuk is ezt a hiányosságot. Ezt fagolj kell pontosan. Nincs még kutam? Még ezek szerint akkor ezt nem fejlesztettük ki. Akkor egy technológiával menjünk bele. Itt az utolsó. Hát most még akkor ezt hagyjuk. Akkor kimegyünk, szedünk egy kis fagalját. Pont itt lesz is, szerintem ezzel elég is lesz, de én felveszem a másikat is. Francagen is olyan sötét van. Hol is volt? Itt. Egyet ért ide. Hát most csak így. Majd utána találunk neki helyet. Jó. Ezt mondjuk. Hát, lesz ami lesz. Itt megküzdünk. Farkassal, mert így egyszerűen nem tudok ide építkezni. Jó van, azért elhánynak. Egy tökéletes, jó. Ez annyira nem volt vészes, ezeket felszeregetjük, mert nem fogunk ettől tudni építkezni. Jó. Hát pedig itt házon belül nekem menő jön növény. És akkor én befejezném itt ezt a falat most már. Teszünk le, hogy ne nőjön vissza, mert ugye így visszanőnek ugye a növények. Jó, na és akkor padlót is rakunk le. Ott van valami. Csak ebben a sötétben ez a zöld szín, amikor így építkezel, de nem igazán előnyös. Jó, de nem bírok, jó. Hát arra ültettem a burgonyát. Hát ez elfogyott. Akkor csináljunk még egy kis deszkát. Látni a maxot, mert annyi azért. Így jó. Közben már világosodik is, ez már azért jó.
Jó. Így meg is vagyunk. Na, így már azért nézz is ki valahogy. Szinte elteszem. Jó. Amondó vagyok, mondjuk nem bírom lebontani még egyelőre. És mindenképpen kemencét, viszont nem is ide kövem van, azt hiszem raktam ide ki. Ó, bizony van, tökéletes. És akkor forma azt kell építenünk. Hogy egyikbe rész, másikba vas, harmadik pedig faszén kell majd ugye csinálnunk, mert ugye a faszén kell majd a puskaport gyártáshoz, tehát abból kell bőven. Illetve ki is kell mennünk most már fát vágni, mert ugye van 170, de hogy legyen legalább 100-at ugye beletenni mind a két, három pontosabban kemencére. Erre nem megyünk még itt. Igen aktív élő világ van. Úgyhogy még őket egyelőre nem piszkáljuk. Arra egyébként vigyázni kell, hogyha mondjuk itt van a csirke, megtámadom. És ugye a közelben farkas, vaddisznó, kígyó, azok meg fognak engem támadni. Tehát azért erre oda kell figyelni. Gombát nem szedek már van bőven. A kávé az nagyon jó, mert hogyha hosszú távot kell megtenni még az elején, ugye nincsen. Ezt jól megcsináltam. Nincsen még jármű, ugye lesz ilyen légdecka, illetve robotok. Addig néha nagyon messze kell futni. És a stamina az nagyon hamar elfogy, és sokszor el lehet követni azt a hibát, hogy a staminánkat teljesen elfogyasztjuk, és megtámad valami, nem tudunk előre elmenekülni. Tehát ezzel jó tartalékolni, illetve hát a kávé az így, hogy motoljuk. Verémásunk itt nem megy fel, tőle sokat iszunk, szóval. Nincsen probléma. Azt is leszedjük. Nincs már nálunk hely. Azt hiszem, hogy kell bőven építeni tárolót. Így, hát nem árt, ha szelektálja az ember, hogy mi hol van. Mondjuk, de most ez esetünkben ezt mondjuk majd tettem valahova. Mondjuk ezek úgyis kellenek. Na, egy cukrot kell még ugye szedegetnem. Hogy ezeket ki tudjam főzni lekvárnak. Jó. Itt gyártódik majd akkora. Elfogadjuk a rész. Itt fog gyártódni a vas. Itt pedig nem is szafad. Fog gyártódni így. Jó, hát ezek így hogy menjenek. Egyelőre. Most építenék a foodnál van. Igen, egy ilyen mulchboxot csak építenék. Milyen jól fogalmaztam. A maxot csináljuk meg, majd kimegyünk szerünk fát. És akkor az itt hagy komposztáljon majd közben nekünk. Ebbe belerakosgatjuk a gombát. Ez az nem kell. Azt meghagyjuk, mert az kell. Hát a bogyó nem tudom, addigra csak nem romlik még meg. Így ugye, következik.
kitesszük innen meg ezt is. Oh, még itt még maradt vas, nem is figyeltem. Vagy itt lentőt arra dobjuk, mint hogyha ezt a fibet tettem volna ide. Úgy van. Rendben, teszünk ide ki a kötelet is. Jó, itt kitesszük ezeket. Akkor ezt innen kivesszük, hogy nagyjából hogy egy helyen legyen. Ezt a fát én kirakom ide. Sőt a sót is. És még most gyorsban tényleg azt ugye azt a rics, és akkor ehhez be, hát ehhez víz kell. Amihez meg ugye kell üveg, tehát majd még egy fornász kéne, amiben a sarang, amit akarunk, úgymond. Ekkor ezt innen el is visszük. És a követ ugye kiraktuk. Kérdés az, hogy melyikbe már. Ilyen stack-kel kiveszünk, és akkor még egy furnászt építünk. Jó. De ne legyen már hülye. Oké, így van, egyszerű. Így van, és a homokot is kiraktam. Hát persze. Ez egyszerű, hát most tüzelanyagnak, mert nagy hirtelen nincs fa. Meg a homok, jó. Ugye a tüzelőanyag, az üveg még akkor nincs kifejlesztve, ezek szerint. Hát csak itt lehet valahol. Vagy már kellene fejlesztve? Jaj, mert hamu kell még hozzá, tényleg. Itt meg is tudjuk nézni, a reszem, de hülye vagyok. Így van. Amiket meg ugye innen tudunk összeszedni. Hát, ha még nem is sok, de kezdésnek elég lesz, illetve még ott fent is megnézzük, mert itt is kéne, hogy legyen egy pár darab, ha nem is sok. De miért odaadtad? Így ma azért jobban néz ki. Jó, kávét kivesszük. Ugye még kávét ezt nem tudunk csinálni, mert ahhoz is víz kell. Tökéletes, valamennyi lesz, ha nem is sok, kezdésnek elég lesz. Ugye 10 lezet kell olvasztanunk, van 7. Közben valami innivalót keresek itt, ha van is. Leiszom magam. Lassan halad. Egy órán figyelnek. Ez is kell majd a végén, nem a végén, kicsit később gyógyszergyártáshoz. Most annyira ezeket nem akarom egyelőre felszedni, mivel hogy még ugye nincs ez a kezdetleges hűtő sem. Így ez meg fog romlani, tehát fölösleges felszeregetni. Így van, kaptunk paprika magot is, tökéletes. Plusz 4. Én lehet ugye játszani vele, hogy azt hiszem, hogy kicsit így frissebb, hát nem sokkal. És készült pár üvegünk, hát azért nem itt a tudásban, mindegy, 5-öt ebből már tudunk ugye csinálni. Így van, és akkor innen ugye tudunk kivenni vizet. Hát összeszedjük is, akkor most már ugye tier 2-be folytatjuk. Én hát ezt a kutat ezt kifejlesztem, azt egyelőre hagyom, az annyira nem lényeges most még. Hát ugye itt lesz majd ez a steam generátor, egy gőzgép, egy több bioreaktor. Hát nem rossz van, de nem sok mindent
áramot termel. És ugye acél kell hozzá, steelignot. Amit azért nem olyan egyszerű. Most nem azt mondom, hogy nehéz előállítani, de... Akkor már ezt is fejlesszük ki. Itt van ugye maga az acél. Vasbuzogány. Most ugye majd arra kellene már ráállnunk. Elfogyott a pont, mert itt ugye már 20 kell hozzá, nem 10. Tehát ugye puskaport kellene csinálnunk, amihez Weapon Workbench kell, azt ugye... Fel is lehetne... Kárbult ezt az ajtót ide tenni, mindegy, most megcsináljuk úgy, hogy mindig zárva legyen. És akkor ide is tudunk építkezni. Ehhez már vas kell. Jó, de közben már szerintem tuti elkészült a 10 hét. Túl teljesítettük a normát. Így van, azért milyen érdekes, nem csinálnunk kell 10 lezet, de utána vasszerszámokat csináljunk, hát oké. Az üvegrész meg volt. Itt ugye fel kell majd fedezni ezeket a területeket. Ez lesz a különletés. Úgy van, majd ugye használni is kell, meg a múlcsat is használni kell. Jó, hát először ugye mindenképp már meglettek az üvegek. Illetve ugye kifejlesztettem a kutat, én abból itt dobnék is le egyet. Ez effektíve gyorsabban gyűjti, illetve többet. Most ez semminél is több. És ugye így lehet feltölteni a vizünket. Az R betű, tehát kiválasszuk itt ugye a 8-ast, megnyomjuk az R betűt, és ugye így egyiket el is használta. Meglocsoljuk, jó. Van-e már? Hát pont egy darab van, de ez elég is. Ez így messze van, hát itt vagyunk. Na. Így van, a frigider kell, amihez ugye kell víz. Hát ezt ugye szépen betesszük, és akkor ahogy a gyűrik, automatikusan úgy megy oda. Nem tudom pontosan mennyi is kell, ezt mindjárt megnézzük. 5. Egyhez. Azért ez jó. Van, ja, pont annyink van ugye, tökéletes. Akkor most kivettük a vasat, akkor csináljunk most már vasszerszámokat, mert azért az sokkal jobban halad. A csákányt nem felesztettem ki? De, azt nem látok. Ja, hogy azt kell, értem. Viszont fám meg nincs. Úgyhogy... Ja, igen, bájtottam, hogy állandóan záró legyen. Okés, okés. Nem kell. Jó, hát ez le most mondja még. Gyorsabb lesz a fakitermelés. Pipit elkapjuk. Még ilyet úgysem. Öltünk meg, meg is kaptuk rá a pontot, nagyon jó. Úgy látom, hogy éhesek is vagyunk már. Jó, akkor a tojást is meg is sütjük. Jó, ebbe a magokat kirakjuk. És most már ugye van alapanyag, egy százat legalább, és akkor ugye majd kell a weapon branch, illetve az armor. Így. És akkor az ipa. Az így nagyon jó is lett. Illetve, hát egy ilyet is csináljunk, mert egy fegyverünk ugye nincsen. Azon kívül. Hát én ezeket nincs. Nagyon jó.
késes. Majd, illetve az is. Akkor őt is ide tesszük. Most már azért ezzel bátrabban, bár mondjuk még a kígyó az az, ami... Hát persze, hogy ő van pont a cukornál. Hát ő ugye megmérgez a többiek, még bár mondjuk ők is okozhatnak férzést. És még ugye kötszerünk az nincsen. Szerünk még homokot. Mondjuk hamunk se sok van. Későbbiekben lesz majd egy növény. Igen, ezt csinálunk is. Hát ezzel a... feszítővassal lehet majd ugye szét... elpusztítani, amit esetleg rossz helyre tettél. Épületeket. Hát a pipit azért azt ne hagyjuk már itt. És a másik, amit kell még építeni, mert ez halálosan lassú. Azt, ha jól emlékszem. Így van. Kell hozzá, meg három bőr. Most nem is bőr, az nincs is még. Akkor ilyet még nem építünk. Jaj. Esszük. Jó, ugye ebből is kapunk pontot, már most tettünk először. Hús elmésztem meg, na hát ez felhőtlenség volt. És gondolom, hogy ebből is három kell, nagyon jó, ebből is hát 11, na már lehetett volna egyel több. És megnézzük a vizet közben, megvan-e már az ört, így van. És akkor egy ilyen kis volt. Jó. Illetve ezeket bele is rakosgassuk, mert megromlanak. Valahova még tettem. Vagy nem? De. Még a növény az jobban bírja, hogy most egyelőre ott hagyom, mert ugye már nem fél bele több. Most ez így hirtelen legyen elég. Ezt én innen kiveszem. Áthelyezem ide, mondjuk az üveget is, meg ezt is, majd ilyen kiszedjük, hogyha kell. Jó, legfár megvolt. Azt, hogy majd megesszük. Úgyis kell még egy kis... és nagyon sötét van. Akkor most közben építsünk már egy ilyen vépet. Már megint a sötétben, lehető legjobb, hogy olyan szűk kicsi a hely. Az ajtókat a lehető legrosszabb helyre pakolgattam. Így bizony, mert itt lesz a puskapor. Muskéta. Minden. Pont el is mentette. Én akkor azt mondom, amondó volnék, srácok, hogy ez legyen ilyen rövidke kis
videómat. Ez a játék azért nem a legeffektívebb, úgymond, és ez szerintem holtunalmas, hogyha ezt így huzamosabb ideig csinálja az ember. Majd esetleg tovább viszem a mentést, és amikor már élve a játékot, és akkor amikor már több mindenki lesz fejlesztve, mint tudom, ilyen tier 3-as, 4-es szinten, akkor visszatérünk erre a kis játékra, ami szerintem én nekem legalábbis tetszik. Tudom, hogy nem egy nagy cím, illetve egy elég kis gagyinak tűnő kis játék, de én úgy gondolom, hogy van azért benne tartalom, tehát a későbbiekben azért tényleg a légdeszkától kezdve, a drónokon keresztül, akik mondjuk helyetted bányásznak, helyetted vágják ki a fát, a tényleg a rakétavető, gránátvető, shotgun, mesterlövész puska, a idegen civilizációnak ugye a fegyverei, ugye ezt a... Mi is, aki akarta mondani a nevét, most hirtelen megmondom őszintén. Itt, ezek az exotik fegyverek, akkor úgy mondom, nem is régen, de ugye ezek lesznek. Tehát ezek... De már iszonyú sok minden kell, viszont már ezek már nagyon hatékonyak. Tehát ugye, itt lesznek a járműek, amit látjátok, itt is van. Illetve egyel visszább is van már jármű. Ugye itt ez a két fajta is van, különböző fegyverek vannak hozzá, ugye ez már a kettes légdeszka, tehát tier 3-on már szerencsére megkapjuk. Ugye az elsőt, hát ami még nem épp a leggyorsabb, de mindenképpen gyorsabb, mint gyalog. Tehát ugye, és akkor itt vannak, lesznek már ugye különböző védőruhák, tehát lesznek sugárzott területek, ahol muszáj ezt fölvenni, mert máskülönben ugye igen hamar elhalálozunk. Mint látjátok azért egy fegyverekből is, ugye a shotgun-tól gránátvető kis submachine gun. Egy szóval nem rossz kis játék ez. Talán az egyszerűségében rejlik a egyszerűsége. Nekem legalábbis tetszik. Nem most mondom, mert rengeteget, egy ilyen 150 óra környéken már azért játszottam vele. Nem vittem soha végig, mondom őszintén, tehát ezekből a fegyverekből én még önállóan nem készítettem. Ugye ez a pragmium, majd ezt lesz érdekes bányászni. Azért ott el lehet halálozni, mert mint hogy ez a páncél ugye abból készül. Azért ott már, de oda mindenképp kellenek, mert egyszerűen a komoly felszerelések, tehát oda muszáj. Szóval, én köszönöm, hogy itt voltatok, illetve azt köszönöm szépen, hogy megnézitek a videót, mert ugye ez nem élő, tehát még itt nem voltatok. Hétvégére flatpack-kel tervezünk elméletleg. Hát most nem tudom, hogy ebből lesz-e esetlegesen, vagy a Seven Days to Die lesz, vagy még ki tudja, majd valami, de egy kis közös, egy ilyen 7-től 11-ig kis streamet mindenképpen szeretnénk összehozni. Én szeretnék itt a héten így minden nap valami eljátok, lehet, hogy holnap a Rift Breaker-re visszatérünk, vagy esetleg egy kis másfajta kis platformjátékokat is nagyon szeretem, tehát abból is azért van egy-kettő Steamen, esetleg abból egy ilyen egy-két órószás kis videót így az elején, majd azután, amikor már jobban belejönnék, akkor ugye így összevágnék egy ilyen kis rövidke videókat a több órás és több órás anyagból, de ezt egyelőre még én nem, megmondom őszintén, nem csináltam, úgyhogy ezt majd nekem ki kell tapasztalnom, hogy az hogyan működik. Szóval akkor még egyszer köszönöm szépen, hogyha a videómat megnézitek, azt még jobban megköszönöm, hogyha tetszett, akkor egy lájkot dobtok, azt meg nagyon-nagyon megköszönöm, ha fel is iratkoztok a csatornámra, kis csengőt mellette megnyomjátok, és akkor ugye kaptok értesítést a következő videóról, illetve majd ugye az élő streamről is. A leírásban megtaláljátok a Discord szervert, oda is nagyon szívesen várlak benneteket. Kevesen vagyunk még, de majd hát ha összegyűlünk is, egy jó kis csapat összekovácsolódna. Szóval, köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, én Szivar voltam. Sziasztok!